Sziasztok! Ahogy azt korábban ígértem, Facebookon megcsináltam a rajongói alkotások albumot. Ide fogom majd gyűjteni azokat a fanartokat, amit nekem küldtök. Most hirtelen ennyi képet tudtam összeszedni, innen-onnan, volt, ami a gépemen volt, volt, ami az e-mail címemen, volt, ami Facebookon. Most ennyit sikerült összeszedni, elképzelhető, hogy valaki kimaradt. Ha valaki úgy érzi, az küldj el még egyszer, azonnal föl fogom rakni. Mostantól ide fogom gyűjteni, úgyhogy nem maradt ki senki. Még ez az izé is helyet kapott. Sziasztok, egy újabb kihívás videó. Igen, rég volt már legutóbbi. Egyébként vannak kihívások, tehát az alapanyaggal nincsen gond. Szerintem most ilyen 4-3-4 lehet, ami várakozik. Van, amelyik már több hónapja. Hát sajnos így van időm. Úgyhogy gyorsan el is mondom, hogy miről van szó, mert lehet, hogy sokan nem tudják, akik nem ismerik ezt a sorozatot, ugye. Csinálsz egy Reston szerkezetet, levideózod, feltöltöd, elküldöd a linkjét, és én megpróbálom a saját módszeremmel elkészíteni. Tehát a olyan Reston kihívás féle. Részletesebb info a leírásban. Ezt azért mondom, mert időnként kapok olyan kérdéseket, hogy nem is kérdéseket, hanem rossz kihívásokat. Tehát így írásban legépeli, hogy csinálj egy ilyen szerkezetet. Jó, hát így könnyű, nagy kihívás, vagy másnak a szerkezetét elküldi. Nem, itt arról van szó, hogy ti is csináltok valamit, és én is megpróbálom azt megcsinálni. Jó, a mai videó, hát Marton küldött egy olyan kihívást, egy barkóba gépet csinált, vagy hogy is nevezzem, tehát amivel lehet barkóbázni, egy olyan Reston szerkezetet, és én ezt most megcsináltam. Hát akkor kezdem is a bemutatót. Kezdek egy új játékot, kérem, hogy gondoltam, és akkor most lehet tippelni, ide az aranyblokkra kell írni. Megcsináltam azt, hogy a tábla az aranyblokkra lerakható, tehát hogy kalandból módba is működjön, bár ez szerintem tök felesleges volt, de azért megcsináltam. És akkor lehet kérdezgetni, mondjuk állat. Most így először nagyon látványos lesz, egyébként nincsen olyan hű de sok lehetőség, majd látni fogjátok, de így elsően nagyon látványos lesz. Igen, állat. Hú, hát akkor konkrétan tudom, hogy milyen jelzők vannak, amiket lehet kérdezni, tehát most ezeket nem most találom ki, de azért nektek látványos lesz. Milyen is van, várjál, növényevő, azt hiszem ilyet is írtam. Nem növényevő, akkor húsevő? Igen, húsevő. Tehát valamilyen ragadozó állat, akkor mondjuk nagy, mint a mérete. Nem, ez egy kisebb ragadozó. Illetve három méretet vettem föl benne, van olyan, hogy közepes. Igen, ez egy közepes méretű ragadozó. Most van benne ilyen, ne nevessetek, hogy szőröse. Nem, ez egy nem szőrös ragadozó. Akkor már van ötletem. Esetleg pikkelyes? Igen. Hát akkor én szerintem ez a kígyó lesz, ugyanis tudom, hogy ilyet is vettem föl benne. Nyertél. Ugye ott van, most azt hittem, hogy nyertem. Na, tehát így működik a dolog. Mutatom, milyen jelzők vannak. Ebben a ládába szedtem őket. Állat, tárgy, négylábú, kétlábú, szőrös, pikkelyes, szárnyas, kicsi, közepes, hálószoba, ez ugye a tárgyakra vonatkozik, hálószobai, fürdőszobai, stb. Mégsem megyek végig az összesen. Tehát vannak ezek a jelzők, ezeket lehet kérdezni. Ebben csak a tábla van egyébként. Tehát ezeket lehet kérdezni, és a rendszer ellenőrizni fogja, hogy amit ő kisorsolt, az beleillik-e, és kírja, hogy igen vagy nem. Ha olyat kérdezünk, ami nincs is benne, mondjuk ilyen tuti nincsen, arra azt fogja mondani, hogy nem. Tehát azért nem omlik össze attól, hogy olyat kérdezek, ami nincs benne, aznál így alapértéken nincs. Az új játék ugye csinál egy sorsolást, illetve van ez a feladás gomb, ez annyit tud, hogy ide másolja a táblát. Ugyanis, az adatbázisa ennek a dolognak ez itt. Szép mi? Ez mennyi? 1, 2, 3, 4, igen, egy 5x5-ös, 25 feladványt tud a kicsike. És úgy működik a dolog, hogy a táblára írod a feladványt, mondjuk itt van, hogy nyúl, és fölé a ládába pedig, hogy milyen tulajdonságai legyenek. Ez egy állat, egy négylábú, szőrös, kicsi, növényevő, gyors és létezik. Igen, van benne olyan is, olyan jelző, hogy mesebeli, például a sárkány, meg a
Meg nem tudom mi, amit kitaláltam. Puskázzam gyorsan. Na mindegy, tehát nem tudom még mit talált. Unicorn is ott van, megvan, unicorn is. És akkor, tehát leraksz egy táblát, fölé ugye a ládát, bele a jellemzőit, igen, és ezt a, gyorsan akartam mondani, páncélállvány teleportálja a rendszer a sorsolásnál. Konkrétan itt van a sorsolás, ide rak le egy redstone blokkot, az a gomb, tettem. Ez azt csinálja, hogy először kitörli a páncélvát, aztán legyárt egy újat. Ez ilyen 1.8-as hülyeség miatt, hogyha esetleg eltűnne ez, vagy mit tudom én, milyen hülyeség történne valami. Tehát, hogy 100%-os legyen a dolog, kitörli, ami van, és lerak egy újat. Rosszul kezdtem. Kill, summon, aztán spread players. Ez ugye azt tudja, nézzétek meg a tutoriálomat, hogy egy területet megadok, és azon valahova véletlenszerűen sorsol. Azért van itt lyuk, mert ha... mert a magasságot nem tudom megadni, tehát ahol van blokk, oda fogja rakni. Tehát, hogyha itt is lennének így blokkok, akár ezt is kisorsolhatná. De ha szerencsénk van, akkor még ki is jön. Ugyanis ezt a lyukat adtam meg, amit itt láttok. Jó, nincs... de! Tehát az is kijöhet, ezért van itt lyuk. Tehát, ha bővíteni szeretnétek az adatbázist, ennek a mintájára kell folytatni, ezt lyukat be kell tölteni. Akinek kicsi ez a méret, az még tovább lyukaszthatja a pályát. Akinek kevés a jelző, az ugye még gyárthat le. Az tök mindegy, hogy milyen tárgy. A szöveget kell majd összehasonlítani, mindjárt mutatom, hogy hogyan. A ládában lévővel. Annyi, hogy ugye max ennyi jelzőt tudtok felvenni. Hogyha többet szeretnétek, akkor ugye, hát mondjuk lefelé lehet bővíteni, hogy még több láda, vagy fölfelé, tehát ennek a mintájára. Na, hogy hogyan is néz ki az ellenőrzés? Ha megnyomom a gombot, akkor le fogja tesztelni, hogy eltaláltam-e. Ez egy test for box, itt látszik. Méghozzá, ahol van az armor stand, azt összehasonlítja azzal, ami itt van. Ezért, ez egy üres. Jé, valamit akartam ide is, kimaradt. Szerintem ezt akartam áthelyezni. Mindegy, nem érdekes. Tehát itt van egy üres command block, ugye valamit le akartam ide rakni. Szerintem ezt a parancsot át akartam helyezni, és akkor csak így felejtettem, aztán ott maradt. Mindegy, működik a rendszer, nem számít. Tehát egy execute van, az armor stand lefuttatja, hogy az alatta lévő, tehát az execute a relatív hivatkozás miatt kell. Igen, ha nyert, akkor ugye kiírja, hogy nyertél, ha nem, és akkor ugye ezt a jelet itt blokkolja, innen jön a gombtól, menne tovább a jel, de ha találtam, akkor ez itt leblokkolja, azért vannak így állítva. Ha nem nyertem, akkor ugye meg kell nézni a jelzőket, és akkor jön ez a rendszer. Itt mutatok egyet, itt látjátok, hogy ugyanaz van máshova mindenhol. Az első blokk, hogy mit írtam a táblára. Például azt írtam, hogy állat, ez egy test for block. Azt írtam, hogy állat. Ez reseteli a command blokkot, a block datával ugye, hogy ne küldjön tovább jelet. Tehát, ha azt írtam, hogy állat, akkor most jön a másik test for block. Az armor stand-el kell lefuttatni, execute, mert ahová teleportált, ahhoz képest kell néznem a ládát. Van-e benne, itt van items, állat nevű tárgy. Nem, még az ID-t se adtam meg, tehát ha ti kővel szeretnétek, akkor követ neveztek át és rakjátok bele. Tényleg csak a nevet ellenőrzi. Aztán ugye megint egy reset. Tehát, hogyha állatot írtam, és van is benne állat, akkor itt, látjátok, össze van kötve, ez így összeköti az összeset, ez a redstone vonal itt. Ez egy hivatkozás, hát idézőjelben hivatkozás, lerak egy redstone blokkot. Én így szerettem hívni, mert tényleg olyan, mintha meghivatkoznék egy másik rendszert. Ide rakja le. Ez kiírja, hogy igen, találtam. És lerak egy másik redstone blokkot ide. Most le is rakom. Mondjuk most találtunk, úgyhogy ott lesz egy redstone block. Ez itt azonnal kiütődik. Jó. Tehát így végigmegy a redstone jel, látjátok, onnan jön a gombtól, itt végig, ez mind ellenőriz valamit. Ez mondjuk azt nézi, hogy növényevőt írtam a táblára, akkor növényevő van-e a ládában, tovább. Itt is ugyanaz az összeköttetés, ugyanaz a parancs, hogy igen. Tehát megy tovább a jel, így föl, át, erre, és akkor jön erre. A sok késletet is azért kell, hogy biztosan végig ellenőrizte már az összes lehetséges jelzőt. Ha igen, akkor így megy tovább a jel.
és látjátok, most az volt, hogy igen, tehát itt blokkolja, akkor nem tud tovább menni. Ha esetleg nem jött volna ki az igen, akkor itt nincsen redstone blokk, és eljut ide, hogy nem. Tehát bármit írok be, ami nincs itt, az ellenőrzések között, eljut ide a jel, és azt mondja, hogy nem. Ha olyan van, ami igen, az ugye ezzel itt lerakatja ezt a redstone blokkot, és akkor itt nem tudja azt mondani, hogy nem. Ja, és ugye a másik ez, itt ha megnyom a gombot, akkor azonnal leszedi ezt a blokkot, hogy hát a következő tippemnél is mondhassa nemet. Ha nem szedem le, akkor ott marad, akkor soha többet nem mond nemet. Igen, ez a command block, ami kimaradt, ugye, hogyha visszaugrik a gomb, ha nem küld már jelet, akkor aktiválódik. Ez a táblát törli le egyébként, hogy újra lehessen tippelni. Ez a új játék, úgy neveztem el, ez az új játék, ugye, amit mondtam, egy sima set block, azt a rendszert ott, azt hivatkozza meg, vagy indítja, vagy nem tudom. A feladás gomb meg annyit csinál, hogy bemásolja, ugye itt megint attól függ, hogy hol van az armor stand, tehát execute, egy clone parancs, bemásoljuk a kettővel alatta lévő táblát, oda az aranyblokkra, és akkor ennyi késletetés múlva pedig levegőt rakok oda, illetve gombon ott. Ja, nem is oda, ide rakja, nem az aranyra, igen, ide. Jó, úgyhogy én ezt így oldottam meg, lehet még bővíteni, Marton videójának linkjét a leírásban találjátok, és a kézikönyv olvjon. Ja, meg azt is, hogy hogyan lehet kihívást küldeni. A kézikönyv olvjon.